Több éves kimaradás után ismét lesz élvonalbeli férfi kosárlabda csapata Marosvásárhelynek. Georgia Trip vezetőedző csapata a másodosztály döntőtornáját hibátlanul zárta, így ösztől a legjobbak között indulhat. Már két nap után biztos lehetett a Marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabda csapata, hogy teljesítette a feljutás célkitűzését a hazai pályán rendezett döntőtornán. Első nap a nagyszebeni CSU második csapatát győzte le, másnap pedig a bukaresti Laguna Shark együttesével nyert megnyugtató különbséggel 88-67-re. A csapatkapitány Santa Szabolcs szerint azonban csak látszott, hogy könnyű lett volna a meccs. Az eredmény az mutassa, hogy könnyű volt. De ezt csak mi éreztük a pályán, hogy épp annyira könnyű nem volt. Megint a külső tényezőkkel bajlók, újból nagyon meleg volt, de nekik is ponttal meleg volt, szóval ez nem kifogás. De újból hoztuk a kötelezőt, szerintem elvégre mind a két nap sima győzelem volt. Elértük az első célunkat, az, hogy feljussunk. De viszont itt nem állunk, akarjuk az első helyet. Akkor persze még nem tudhatta, hogy az első helyért vívott döntő mérkőzést már nem játsszák le. A bukaresti Stinca csapata ugyanis miután kiderült, hogy minimális az esélye a feljutásra, nem jelent meg a találkozón. Ez azonban nem tudta elrontani a marosvásárhelyiek örömét. Eram favorit. Suntem fericiți că am reușit să confirmăm acest lucru și să ne calificăm de pe locul întâi. Esélyesnek számítottunk és boldogok vagyunk, hogy sikerült ezt igazolni és első helyről jutottunk fel. Ma nem rajtunk múlott, hogy a Stinca úgy tűnik nem akart pályára lépni. Ez nem az én dolgom, mi megmutattuk a pályán, hogy erősek vagyunk és megérdemeljük. Cu siguranță merităm să fim în... Még ha nem is zsúfolásig, mint a néhány éve játszott bajnoki döntőkön, szépen megteltek ismét a lelátók a marosvásárhelyi sportcsarnokban, így a feljutás örömén a csapat mellett a közönség is osztozott.